Újfehértói fürtös megy és az abból készült ágyas megypálinka, Demecseri víztorony, Sóstói múzeumfalu, Sóstó gyógyfürdő és a Sóstó zoo. Ezek is bekerültek a megyei értéktárba, mely nemzeti értékek így kiemelt fontosságú és jellegzetes részei a megye életének. A soron következő ülését megtartotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság, és hál' Istennek elég sok javaslat érkezett. Ennek nagyon örülünk, mert ez nagyon fontos az, hogy aktívak legyenek az értékőrök, az értékőrzők itt a megyében, és mi is akkor tudunk igazából értékeket felvenni, értékeket részévé tenni a megyei értéktárnak, hogyha érkeznek be javaslatok. Hál' Istennek most ez megtörtént, és 9 érték került felvételre pluszba a megyei értéktárba, illetve egy érték javaslatot most újra értékelve szintén felvettünk, tehát így lényegében mondhatjuk, hogy 10 értékkel bővült a megyei érték, tehát így jelenleg 29 érték található a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban. A megyei értéktárba bárki jelölheti az ötletét, az azonban fontos, hogy a jelölt témának a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcs teljesítményének számító nemzeti értéket kell képviselnie. A beérkezett javaslatokat a megyei értéktár bizottság elemzi, majd a meghatározott szempontok szerint értékeli és dönthet arról, hogy felveszi az értéktárba.